Ha egyszerűen akarom összefoglalni, akkor úgy lehetne ezt a változtatást, illetve annak az indokát interpretálni, hogy a Fidesz az országgyűlési választások eredményét áttekintve úgy látta, hogy el fogja veszíteni Budapestet, ezért a szokásos módszerhez nyúlt, átírja a közjogi rendszert olyanná, hogy jó esélye legyen megnyerni a választást. Ha egyszerűen akarok fogalmazni, akkor ez a javaslat erről szól. Kicsit bővebben akarok belemenni, akkor természetesen nagyon sok olyan elemét lehet találni, ami problémás önmagában is, függetlenül ettől az egyébként elfogadhatatlan szándéktól. Például ilyen a rendszerben rejlő aránytalanságok megléte, amelyet próbáltak már két módosító javaslattal megváltoztatni, de az látszik, hogy bármennyire is faragják ezt a törvényt, az aránytalanság, az igazságtalanság akkor is benne marad. Azt azonban ők is látják, hogy az eredeti terv az szinte bizonyosan alaptörvény ellenesnek minősült volna, ezért próbálják ezeket az aránytalanságokat kicsit tompítani módosító javaslatokkal, hát ha egy kicsit kevésbé lesz alaptörvény ellenes. Másrészt én azt gondolom, hogy az utolsó módosító javaslat mutat rá leginkább arra, hogy miért nem szabad ilyen kapkodó módon politikai érdekeknek, kizárólag politikai érdekeknek megfelelve törvényt alkotni. Ugyanis ha megnézzük, akkor a főpolgármester, akit Budapest egészen választ meg, tehát a legitimációja azt gondolom, hogy mindannyiukénál nagyobb lesz. Ez a főpolgármester rendelkezik a legkevesebb szavazattal. Látjuk, hogy az új módosító javaslatnak megfelelően lesznek a komoly súlyt képviselő polgármesterek, akik nagy kerületeknek a polgármesterei, lesznek a futottak még polgármesterek, akik kis kerületeket képviselnek, és lesznek a nemecsekek, akik közül az egyik a főpolgármester maga. Neki a 33-ból egyet ér majd a szavazata, de ő például a százalékos szavazati arányban semmilyen módon nem fog beszámítani. Még egyszer mondom, az a főpolgármester, akiről 2 millió ember szavaz, 2 millió budapesti. Az látható tehát, hogy egyetlen egy célja van ennek a módosításnak, az, hogy a Fidesz egy olyan közjogi helyzetet teremtsen meg, amiben esélye van megnyerni Budapestet. Ha megnézzük azt, hogy milyenek voltak az eredmények az országgyűlési választáson, abból az derül ki, hogy a legnagyobb esélye Budapestet megnyerni a baloldali összefogás pártjainak lenne ebben a rendszerben, függetlenül attól egyébként, hogy együtt indulnak vagy külön a listán, és az LMP-nek. Tehát ezek a pártok együtt többségét tudnák képezni Budapestnek, akkor a Jobbikról még nem is beszéltünk. A Fidesz pedig egyedül vélhetően képtelen megnyerni ezt a jelenlegi rendszerben.